mindenki, hello, hello, üdvözöljük a most bekapcsolódókat is, nagyon jó, hogy itt vagytok velünk. Vidd a hírünket, oszd meg a linket, illetve nagyon várjuk a ti reakcióitokat is, honnan kivel hallgattok minket, akár egy fénykép is jöhet, abszolút. Paul Metrickkel indítottuk el itt a live-ot, ez a Heaven's Garden live. Élőben jelentkezünk a Triphajról, egyébként mutatom, hogy csodaszép a háttér, itt egy szuppos úriember éppen nagyon elszuppozik mögöttünk, nagyon jó neki, ő is élvezi a zenét, reméljük, hogy ti is. Érkezik James Cole, akinek nagyon örülünk, hogy itt van velünk. Heaven's Garden Party, eddig még nem találkozhattatok vele, de most itt van, és nagyon érdekes egyébként, hogy őt a szakmában többen tanár úrként emlegetik, mert az eredeti végzettsége az tanár. Szervusz, üdvözöllek, milyen tanításokra számíthatunk a mai napon? Zenélésre. Zenélésre. Mi alapján állítod ilyenkor össze mondjuk ezt a szettet, amikor úgy nagyon gondolom nem teljesen kristályos az, hogy mi lesz a közönség igénye, de valahogy mégis azért el kéne találni. Hát mindig az aktuális kedvenceim közül próbálok válogatni, mert az elektronikus zene az a megújulásról szól, és van egy csomó olyan új zene, és egy DJ-nek az a feladata, mint szelektornak, hogy ebből kihorgássa azokat a bizonyos dolgokat, amiket mint egy szimfóniába be tud illeszkedni. Tehát az a fajta zenei világ, amiben én vagyok, az nem a slágerekre épül, meg nem az a küldetés, hogy az ismert hiteket játssza le valaki, hanem pont el akar mondani egy történetet, és ehhez próbál az ember keresgetni mindenfajta építőköveket. Erre tehát lehet mindenképpen számítani, hölgyek, urak, öveket becsatolni. Indulunk! We'll be right back.
We'll be right back.
itt vagyunk teljesen élőben a Trip hajóról jelentkezünk, ez a Heaven's Garden Live. Még mindig itt vagyunk, és nagyon fontos, hogy ha esetleg még van olyan ismerősöd, akinek még nem szóltál, nem osztottad meg vele a linket, nem tegelted be az esemény alá, akkor most eljött ez az idő, ne hagyd, hogy bárki is lemaradjon. Erről a zseniális szetről James Cole még mindig itt van a lemezjátszók mögött, és az előttünk álló szűk fél órában még egészen biztosan itt is marad. Utána érkezik HD, a nagy kedvenc a Heaven's Garden Partikról, és meg fog még jelenni egészen biztosan a pult mögött. Matt K, köszi, hogy itt vagytok, folytatódik a live! Oh,
We'll be right back.
Palace Garden Live élőben a Triphajóról, még mindig itt vagyunk, és egészen este 10-ig itt leszünk. James Cole-nak óriási taps és sikoly, zseniális volt a set. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, de nem megyünk messzire egyébként, egy picit arrébb megyünk, és ígértük nektek, hogy minden egyes fellépővel fogunk a mai napon beszélni, mert szeretnénk nektek bemutatni azt, hogy az elektronikus zene az bizony sokkal több annál, mint amit eddig talán ti is gondoltatok róla. Tartsatok velünk továbbra is! James Cole-al beszélgetünk, aki az elmúlt egy órában valami elképesztőt alkotott, és ez tényleg nagyon tetszett, meg nagyon jók a visszajelzések. Itt azt látom egyébként, hogy el kell nyújni, hogy van egy ilyen kis bár előttünk ott, és a fejek folyamatosan mozogtak, úgyhogy abszolút elismerés részedre. Azt mondtad, amikor elkezdtük ezt az egész mixelést, elejtettél egy ilyen mondatot, hogy az elektronikus zene az egy folyamatos megújulás. Ezt fejtsd ki nekünk, légy, mert ez nagyon tetszett, és szerintem egyébként nagyon sokan érezzük ezt, csak talán még így kimondanám hallottuk. Húha, hát én ugye történész vagyok, és nyilván a megújulás az a múltból gyökerezik, és nagyon fontos, hogy az ember ismeri a gyökereit. És az elektronikus zene, az ellentétben a mainstreammel, az mindig arról szólt, hogy valami újat szerettek volna felfedezni a producerek, azok, akik készítik ezeket a bizonyos zenéket, és egy lemezlovasnak az a feladata, hogy ezeket fölkutassa, és a saját szűrőjén, ami nem csak a fejében létezik, hanem szerintem a lelkében is, azon keresztül próbáljon megadni valamit a közönségének, és úgy szórakoztasson, hogy meglepi őket. Legalábbis engem mindig azok a lemezlovasok kápráztattak el, akik valami újat mutattak, és nem az aktuális slágereket játszották, úgyhogy az elektronikus zene olyan, mint az élet, meg a zene az az életnek a hangja, vagy a körforgása, hogy ott van benne a múlt is, és ott van benne a jelen, meg a jövő. Ez valahol akkor, hogyha egy ilyen újat szeretném mutatni a közönségnek, valahol egy lutri, nem? Persze, hát, de a lemezlovasnak az a dolga, meg az embernek is az a dolga, hogy bevállalja a lutrit. Tehát kényelmesen nem fogod tudni megváltoztatni a világot, és persze, hogy jövünk ahhoz, hogy most a táncparketről meg akarjuk változtatni a világot, de apránként, szépen kis cseppenként ez, ami az életnek a sója, ahogy Krisztus is mondta, hogy tényleg azért vagytok, hogy kovász legyen abba a kenyérbe, és megteljen élettel, úgyhogy be kell vállalnunk ezeket a rizikókat, mindegy, hogy bárki hol van. Nekem, mint lemezlovasként, ott a DJ-pultban. Ugye, ha helyesek az információk, 1998 óta állsz a pult mögött. Mi volt az a szikra neked, ami ezt a benyomást adta, hogy már pedig nekem ez a hely, ez nagyon tetszik, és nagyon szeretnék zenélni, meg ilyen módon valami újat mutatni a közönségnek? Nekem ez egy ilyen hosszú folyamat volt, mert én hogy őszinte legyek, ugye történészként meg szociológusként végeztem, és a DJ-kről volt egy ilyen sztereotípiám, hogy ők a bazári majmok. És én 23 éve lassan, hogy DJ-zem, és én nagyon sokáig letagadtam, vagy szégyeltem, mert úgy éreztem, hogy a francba keveredhettem én ide, és mára találtam meg az elmúlt években azt a fajta hivatást, hogy na, itt is lehet valamit alkotni, és ez is lehet az embernek egy hivatása, és pont abban a környezetben, ahol én vagyok, ott lehet ezt a bizonyos küldetést beteljesíteni.
És az első szikra az a barátaim révén érkezett, 95-ben voltam először Kecelen. Én ugye funkival, R&B-vel meg a diszkó zenén nőttem föl a klubokba, és ahogy utána jött a rockzene, azért mi éltünk, haltunk. És utána jött be 95-ben az elektronikus zene, és barátaim, gyerekkori barátaim voltak azok, akik elvittek először ilyenre, meg megmutattak egy Sasha John Digweed CD-t, ahol olyan zenék voltak, ami sokkal többről szólt, mint a tűzről, hanem rendes zeneiség volt benne. Úgyhogy akkor feltöltöttem meg, és hát utána aztán mindenem erről szólt az elmúlt 23 évben. Mondtad, hogy R&B, funky, mi volt a következő, hogy mi az, amire most érzed úgy, hogy ebben a stílusban megtaláltad önmagad? Szerintem jó és rossz zene létezik, és a stílusok azok jönnek-mennek, és igazándiból az elektronikus zenét nem érti az, aki nem érti a gyökereit, és az a fekete zene, ami a jazzből, aztán a funkból, az R&B-ből építkezik, és Detroit, Chicago koszos gyárépületeiben, meg utána kis klubjaiban megszületett, azt hívjuk ma house zenének, és ebben ugyanúgy benne van a diszkó is. És ezek a bizonyos dolgok azok, amelyeket ugye az idő folyamán különböző ketyerék, amikkel dolgoznak a producerek, meg a számítógépes programok, tovább lehet fejleszteni, és mai napig most játszottam olyan zenét, ami sokkal régebbi, és játszottam olyat, ami meg vadonatúj, és ez a kettő ilyen organikusan építi azt a fajta zenei világot, amire egy valamire való lemezlovasnak van egyfajta ilyen x-edik érzéke, amivel megérzi azt, meghal 2-3 traktust, és azt mondja, hogy na, ez vagyok én, és akkor én ezt szeretném, mint építőkövet használni majd egy szedbe. És te nyíltan keresztény ember vagy. Hogy fér meg egymás mellett így az éjszakai élet, a bulizás, meg a kereszténység? Mert sok embernek a fejében mondjuk a klubokban, diszkóban járással kapcsolatban van egy ilyen rossz, pejoratív értelmezés talán, de mégis megfér egymás mellett a kettő. Te ezt hogy tudod kezelni, vagy mi az, amit ebben látsz? Hú, hát erről egy órát tudnék beszélni szerintem, meg valószínűleg minden fiatal életében vannak ilyen pillanatok. És ott állsz egy koncerten, nem tudom, 90-es években az Ákos koncertjén, és elérzékenyülsz azon, hogy, és ott megérint az a fajta zene, hogy vajon van-e egy olyan lány, akit nekem szentelt, nekem szánt az ég. És ott vagy a barátokkal, behagytok rúgva, és így hiányzik valami belőle, és nem tudod, hogy mikor érint meg, vagy mikor szólít meg, és mennyire vigyázott az éjszaka közepén is. Rengeteg olyan sztori van, ami utólag visszagondolva hajmeresztő, de ma, hogyha így visszagondolok, akkor a Jóisten mindig megőrzött ezekben a dolgokban, és az, amit kaptam a szüleimtől, amit a piarista tanáraimtól kaptam életpéldát, utána lehet, hogy eltávolodtam, de valahol ott a moslékos vödörnek a szélén, amikor a tékozló fiú ugye elkezd gondolkozni rajta, hogy de hát az én apám az engem szeret. Akkor volt egy jó pár ilyen pillanat az életemben, és mindig vissza tudtam kanyarodni. És hát a feleségemet azt így küldte, tehát, hogy nekem ő volt az a csoda, ami újra visszavezetett, és akkor, amikor már nem hittem el, amikor már nem hittem a szerelem szentségében, azokról, amikről beszéltek nekünk a szerzetes tanáraink, úgy voltam vele, hogy hát ez jó, papíron le van írva, de hogy ez egy álom. És az álom az valósággal tud válni, akkor, hogyha az embernek ott van az a nyitott szív, amit megkapott, mint lélek, és nem nyomja el az éjszaka világa, és ma meg már az elmúlt időszakban ezt nem olyan sűrűn vállaltam föl, meg nem is hangoztattam. Talán az első dolog, amikor most így veled, vagy veletek, hogy nyíltan beszélek erről, most érzem azt, hogy lehet, hogy nekem ez is a küldetésem. Ahogy én kaptam a feleségemet az éjszaka által, egy buliban ismerkedtünk meg, egy óriási csoda folytán, nincs ennyi véletlen. Most lehet, hogy nekem az a küldetésem, hogy amikor ott vagyok a buliban, akkor ne csak szórakoztassak, hanem azokkal a lelkekkel is valahogy kapcsolódjak, és van rengeteg ilyen dolog, a barátaim is onnan jöttek. És ma már lehet, hogy nekem az a küldetésem, hogy ott, ahol vagyok, oda vigyek fényt. És így néha csak egy öleléssel, vagy egy jó szóval próbálják tanúságot tenni az igazságról. Nagyon tetszik ez a gondolat, mert ezek szerint akkor azért neked is voltak az életednek olyan pontjai, ahonnan volt felfele, vagy volt hova kimászni. Tudsz esetleg valamit azoknak üzenni, akik mondjuk most pont egy ilyen mély pontban vannak, és úgy kezdik elveszteni a hitüket, meg a reményüket? A kereszténység erről szól. Krisztus nem a jókhoz jött, hanem pont az elveszettekhez. Ha te is beállhatsz, meg én is beállhatok a sorba, hogyha ott van egy prostituált, Mária Magdolna. Ott van egy fundamentalista gyilkos, aki megöli Istvánt, meg fölbújtóként, tettestársként ott van az első keresztény vértanulán. Őt hívják Saulnak, és ő írja meg a szeretet himnuszt. Tehát, vagy ott van Péter, aki egy egyszerű halászember, és háromszor megtagadja Krisztust. Egy nap. Tehát, hogyha ezek közé, az emberek közé, akiket a kegyelem által Krisztus kiválaszt, és ad nekik erőt,
ezekhez te is oda tudsz tartozni, vagy én is oda tudok tartozni, és ezt mindig lehet érezni. És a legnagyobb csoda az talán az, hogy ezt nem az értelmünkkel fogjuk megérteni, hanem inkább belül fogjuk megérezni. Tehát ott van az, hogy Péter elárulja Krisztust háromszor. Ott van Júdás, aki szintén elárulja, és Júdás volt a legintelligensebb, a legműveltebb, aki kereste a megvilágosodást a törvényeken keresztül, a filozófia útján akarta megérteni ezt a fajta krisztusi impulzus meg üzenetet. És neki nem sikerült, mert ő nem bízott abban a megbocsátásban. És ő felakasztotta magát, Péter pedig letérdelt, és azt mondta, hogy szeretném újra kezdeni. Szóval az élet az erről szól, és mindenkit arra tudok biztatni, hogy nekem is volt rengeteg ilyen mélypontom, de valahogy mindig a jó Isten az ott volt velem, Ady Endrének van ez a verse, hogy pont akkor talán meg lehet éppen. Sose tudod, hogy mikor, de ő szeret, és ezt a gyermekemnél látom már, amióta van egy 10 éves kislányom, és a feleségemnek a szemébe nézek, akkor látom, hogy mennyire szeret az Isten, hogyha én a gyermekemnek ezerszer meg tudok bocsátani, egyszerűen elolvadok, amikor odajön hozzám, és mindig meg tud nyugtatni, akkor a jó Isten mennyire képes erre. Úgyhogy ezt tudom csak mondani mindenkinek, hogy nyitva legyen a szíve az embernek, mert azért kaptuk ezt a szívet. Ennél szebb záró mondat szerintem nem is kell. Hölgyek, urak, James Colt hallottátok az előbb beszélni, előtte pedig játszani, és nagyon szépen köszönjük, tényleg zseniális volt, és nagyon örülünk, hogy itt voltál velünk. Várunk vissza. Egy másodperc szünet után már folytatjuk is innen a live-ot. A Heaven's Garden Live zenélője? Nem zenélője. DJ-je, köszönöm szépen. Tehát a lemezjátszók mögött HD néhány másodpercen belül, tartsatok velünk továbbra is.